Van egy nagyon kellemes, kedves képem, amikor 6 éves koromban beirottak iskolába. Kiálltam, hogy én most iskolás leszek, tanulni fogok, és mindig én leszek a legjobb tanuló. Hála Istennek, én mindig minden vizsgámat, mint ahogy megfogadtam 6 éves koromban, hogy én szorgalmas leszek, egyetlen feladatom tanulni, és én mindig első akarok lenni. És ez így is volt, mert mindig minden vizsgámat a lehető legelső alkalommal letettem. És ez nagy szerencsémre így volt egészen 1944 végéig, 44-ben, mikor ugye a németek bejöttek, és hát akkor meg kellett szakítani az egyetemet, addig is nekem minden vizsgám megvolt. Ugye az abszolút örömöt mi március 17-én kaptuk meg, és akkor, ami még hátra volt, ugye, amit egyébként csak az abszolutórium után, tehát a lehallgatott 8 fél év után lehetett megtenni, azok voltak a klinikai tárgyak, és akkor én a közbelső időben hazamentem Csorvásra a szüleimhez, és Békés Csabán pedig bejelentkeztem a ottani kollégához, hogy segíteni tudjak neki, és hát, ha beszámítják azt nekem a közigazgatási gyakorlatba. És ahogy visszajöttem, a Gott professzor úr, aki a dékán volt, és a sebészeti és szemészeti klinikának a vezetője volt, akkor rögtön magához vett, hogy legyek a nagyállatklinikának a vezetője, mert minden tanársegéd vagy hadifogságú volt, vagy katonaságban volt. És így hát a Gold professzor úrral én az abszolutórium után, mikor bekért magához, és azt mondja, hogy fiam, gyere nekem segíteni. Ez egy rendkívül bizalmas megszólítás volt, mert addig mindenkit, ugye, hallgató úrnak meg, nevén Fehér úrnak, stb. Szólítottak, és attól kezdve én az ő megbízásával vezettem a nagyállatklinikát, és vezettem a sebészeti műtéttani gyakorlatokat is a hallgatóknak. És a volt professzor úr akkor újból megválasztották, és nem ért rá a dékáni teendők miatt, ami hát ugye, nagyon sok elfogadottságot jelentett. Én pedig olyan szerencsés voltam, hogy a Gold Professor helyett járkáltam ki a két versenypályára. Először csak ugye az azonosságok megállapítására, ahogy a jó előbb elmondtam, másrészt pedig részben operálni, és részben pedig lovak gyógykezelése szempontjában, mert a galoppon nem volt senki más, csak a Gold Professor, ő pedig ugye miután megfosztották az állásától, úgynevezett rendelkezési állományba helyezték. És akkor én is úgy gondoltam, hogy nekem onnan el kell menni, mert itt semmi értelme annak, hogy én itt maradjak, mert azt az embert, aki engem fiamnak szólított és idehívott, és felavatott okleveles állatorvosnak, és utána pedig kiadott nekem egy olyan témát doktori értekezésnek, amelyet ő kezdett volna el, de nem ért rá befejezni, az állatorvosi sebészet, szemészet és általános kórtan, meg két melléktárgyból kellett szigorlatot tenni. Ez az én doktori diplomám. Ebből doktoráltam, természetesen híven a 6 éves koromban történt fogadalmaz, hogy én mindig első fogok lenni, ez is summa cum laude, természetesen így van. Mit lehetett tanulni Gold professzortól? Mi az az útra való, amit átadott? Először is a magatartást, hogy hogy kell viselkedni annak, aki a fiatalabbakat oktatja. Másodszor pedig mindent alaposan meg kell vizsgálni. Mindig azt mondta, fiam, a legbiztosabbat te a lóápolótól kaphatod meg a diagnózis megállapításhoz, mert az minden nap találkozik a lóval, mindenképpen tudja, hogy hogy evett, hogy aludt, hogy feküdt, hogy tért vissza a munkából, hogy indult ki a boxából, stb. Ez egy rendkívül fontos dolog volt, tehát alaposságot. A
mi állatorvosi egyetemünkön, ahol az állattenyésztés tan professzora Velman Oszkár volt, én még őtől hallgattam az állattenyésztés tannak az első részét, amelyik a különtannal foglalkozott elsősorban, és akkor már fölhívta a figyelmet arra, hogy volt egy olyan ló Magyarországon, amik a világ legjobb versenylóva volt a kincsem, amik 54 versenyben, 13 versenypályán az akkori világban elérhető minden helyen versenyzett, 900 métertől 4200 méterig, és soha meg nem verték. Arra tessék figyelni, tessék megjegyezni, hogy annak a csontváza a második emeleten van az anatómiai múzeumban, érdemes megnézni, hogyha az urak majd odáig eljutnak. És miután én nekem minden vizsgám akkor is megvolt, és úgynevezett anatómiai fizetés nélküli demonstrátor voltam, az annyival járt, hogy a másodévesként az első éveseknél ott segítkeztem a boncasztaloknál, illetve annak idején az asztalok körül általában 6-8-an voltunk egy asztalnál, és a csonttannal kezdtük természetesen az anatómiai tanulmányainkat, és elővette egy csontot onnan a középről, és odaadta, és mondta az illetőnek, hogy na mondja, hogy milyen csont, és mit tud róla. És hát oda valakinek odaadta, hogy nagyon keveset tudott róla, egyáltalán azt legalább meg tudtam mondani talán, hogy milyen csont, és aztán a következőnek rámutatott egy dudorot, az micsoda, nem tudta meg, akkor odaadja nekem, és akkor én megmondtam neki, és megmondtam neki nem csak a latin nevét, hanem megmondtam ógörögül is, mert én annak idején a gimnáziumban lehetett ógörögöt is tanulni. Én ugyanazt nem azt tanultam, hanem angol tanultam helyette, de figyeltem arra, és megtanultam legalább a betűket, és megtanultam egy pár szót, stb. És megmondtam az ógörög nyelven is annak a csontnak a nevét is, stb. És az öreg azt mondja, hogy csend legyen, figyeljenek ide az urak, Fehér Dezső úr nem barbár, mert még görögül is tudja. És akkor utána, hát ugyan nem volt nevetés, mert senki nem vert nevetni, mindenki örült, hogy megúszta a dolgot, mert az öreg úr egy asztalal tovább ment, aztán felment a szobába, és nem törődött. Mi demonstrátorok elintéztük ezt a dolgot. Ez volt a legnagyobb és legelső dicséretem, hogy nem vagyok barbár.